Mikrotanúsítvány, diploma, lépésről lépésre. A Nexon Infotár mostani részében, a felsőoktatásban, valamint a szakképzésben 2023 óta elérhető új lehetőséget, a mikrotanúsítvány fogalmát járjuk körbe. Röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy egy képzést akár modulonként is el lehet végezni, és erről modulonként egy úgynevezett mikrotanúsítványt állít ki a képzőintézmény. De nézzük át a részleteket is, hogy miért vezették be ezt a rendszert, miért jó ez a munka világában, és mit tartalmaz egy ilyen tanúsítvány. Ma a munkakörök egyre jobban specializálódnak, és nagyon érzékenyek a változásra. Ezért a hagyományos, több évig tartó, összetett modulokból felépített képzések kevésbé elégítik ki a piaci szereplők igényét. Emellett a tanulási teljesítményeket mérő igazolások, diplomák sem tudják megjeleníteni a munkaköri elvárások és a munkavállaló kompetencia készlete közötti szinergiát. Sok fejfájást okoz a munkaadóknak, hogy kiderítsék a diplomák mögött meghúzódó kompetenciákat, hisz erről a diplomák nem árulkodnak. Egyes állítások szerint a diploma csak azt bizonyítja, hogy birtokos két vagy három évig egyetemre járt, semmivel sem többet. Ennek a helyzetnek számos, sok esetben észszerűtlen és pénzügyileg pazarló következménye van. Például a munkaadók diplomát követelnek meg olyan munkakörökben is, amikor elegendő lenne egy középfokú végzettség. Ilyenkor a munkavállaló kompetencia készletének tényleges szintje lényegesen meghaladhatja az elvárt kompetenciákat, szakszóval kompetencia szuficit jön létre. A köznyelv ilyenkor úgy fogalmaz, hogy az egyén túlképzett a munkakör elvárásaihoz képest. Ennek a jelenségnek tartós negatív hatásai lehetnek, mivel az alacsony minőségű feladatok egy idő után elégedetlenséget eredményeznek. Megnőhet a fluktuáció, és nem alakul ki a munkahely iránti elköteleződés. Ráadásul, ha a munkaadók a középfokú végzettséget igénylő munkakörökben diplomásokat alkalmaznak, a magasabb fizetés okán megnő a bérköltség is. Illetve még egy társadalmi okozatot is megemlítenék, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező körében megnövekedhet a munkanélküliség, mivel a számukra adekvát munkaköröket diplomásokkal töltik be. Ezen ellentmondások feloldására született meg nemzetközi szinten a mikrotanúsítványok bevezetésének gondolata, ami a magyar közlönyben 2022. december 19-én megjelent, 2022. évi 59. törvénymódosítás alapján már hazánkban is gyakorlattá válhat. Nézzük meg, mit is takar a mikrotanúsítvány fogalma. A mikrotanúsítvány olyan igazolás, amely egy képzés valamely kurzusának, moduljának elvégzése révén megszerzett tanulási eredményt igazoló közokirat. Más szavakkal megfogalmazva, rövid ciklusú képzések keretében elsajátított kompetenciákat, illetve tanulási eredményeket igazoló dokumentum. Mikrotanúsítványt adhat ki formális oktatási intézmény, például felsőoktatási és szakképző intézmény, valamint magánüzleti szervezetek, például vállalatok a belső képzéseikről. Formájukat tekintve lehetnek papír vagy digitálisan kiadott igazolások. Idéznék egy példát, amit a Soproni Egyetem faipari mérnöki BSC képzését bemutató weboldalán találtam, amely így hangzik. A képzés során bizonyos tárcsoportok lehallgatását követően a diploma mellé mikrotanúsítványok megszerzésére is lehetőséged van. Ilyen például a KED, KEM, CNC és a faépítészeti tanúsítvány, amely mind az elhelyezkedésedet fogják segíteni. A vállalatok mellett elsősorban az egyetemek láttak hozzá olyan képzési modellek kialakításához, amelyek átalakítják és egyszerűbbé teszik a végzettség megszerzését. Az alapját a modulokból, vagyis a tananyag egységekből álló képzési program jelenti, ahol az egyes modulok végén mikrotanúsítvány szerezhető. Így kis lépésekben haladva, a mikrotanúsítványokat egymásra építve, akár több évre széthúzva is megszerezhető a piacképes diploma. Ez a tanulási haladás jobban illeszkedik a munkavállalók tanulási stílusához és elfoglaltságához. A mikrotanúsítványokból a munkaerőpiacon is használható készség vagy kompetencia portfólió állítható össze, amelyek egyértelműen bemutatják a munkaadóknak, hogy a munkavállaló vagy a jelölt milyen kompetencia repertoárral rendelkezik. Megkönnyítheti a munkáltató kiválasztási folyamatát, illetve segítheti a munkavállalók szakmai irányváltását. A mikrotanúsítványok szerepet játszhatnak az Európai Unió 2030-ig elérendő kiemelt céljainak megvalósításában, beleértve azt a célt, hogy a felnőttek 60%-a évente vegyen részt képzésben, és a foglalkoztatási ráta legalább 78%-os legyen. A magyar felsőoktatásban megkülönböztethetjük azt a felállást, amikor az intézmény a hallgatói jogviszony keretében a tanulmányi teljesítményről a tárgyleírást vagy tematikát is tartalmazó mikrotanúsítványt állít ki. Erre volt példa az előzőekben említett Soproni Egyetem, faipari mérnöki karon, a hallgatóknak meghirdetett lehetőség. A másik szenárió, amikor a felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló személyeket részismereti képzés céljából az intézmény bármely kurzusára, moduljára, külön felvételi eljárás nélkül önköltséges képzésre felveszi. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről ebben az esetben is a tárgyleírást, tematikát is tartalmazó mikrotanúsítványt köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. Nézzük meg, milyen nyilvántartási kötelezettségük van a felsőoktatási intézményeknek. A kiadott mikrotanúsítványokról a felsőoktatási intézmény tanulmányi rendszeréből közhiteles adatot szolgáltat, valamint a mikrotanúsítványokról nyilvántartást vezet. E nyilvántartás alapján a felsőoktatási intézmény az adott okiratot megszerző kérelmére hiteles másolatot állít ki. A felsőoktatási intézmények mellett szakképzőintézmények, technikumok, szakképzőiskolák a szakmai oktatás keretében megszerzett ismeretekről, készségekről, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott módon, tartalommal és feltételek alapján állíthatnak ki közokiratnak számító mikrotanúsítványt. A mikrotanúsítványt elektronikusan kell kiállítaniuk, tárolniuk és a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszerbe feltölteniük. Összefoglalva az eddigieket, a mikrotanúsítványokkal egy olyan rendszer jogszabályi alapjai lettek letéve, amely hatékonyan tudja támogatni a munkakörök és a munkáltatók kompetencia elvárásainak gyors változását. A rendszer 2023-ban indult. Ha rákeresünk, egyelőre még csak annyit találunk, hogy több egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata már tartalmazza a mikrotanúsítvány fogalmát, de a konkrét képzési leírásoknál még csak elvétve találkozhatunk vele. Reméljük, hogy ezzel a rövid összefoglalóval felkeltettük érdeklődését az új továbbképzési lehetőségeket dokumentáló mikrotanúsítványok iránt.